Igazi művészettel találkozva mindig megrendül az ember. Olyankor erősen érzi a mindenség jelenlétét, amiben az egyén, az ego feloldódik, és valójában már nem is számít. Így véli mai vendégünk, aki csoda gyerekként indult, majd zongora művészként és karmesterként is legendássá vált. Lássuk kinek a portréjával várjuk ma Önöket a kontúrban. Vásári Tamás, a nemzetművésze, Kossuth a Zongora karmester, a Magyar Szent István rend a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának elnök karmestere és tiszteletbeli örökös főzeneigazgatója. Csoda gyerekként indult, már 8 éves korától rendszeresen adott zongora koncerteket szülővárosában Debrecenben. Tíz évesen lett Dohnányi Ernő tanítványa, majd 14 évesen megnyerte a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. Gát József és Hernádi Lajos tanítványaként 1953-ban szerezte meg művész diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zongoratan Ezt követően Kodály Zoltán tanár segédjének nevezték ki a Zeneakadémia Szolfés tanszékén. Művészi karrierjének kezdetén számos jelentős nemzetközi versenyen díjazták. 1958-ban első Liszt lemezét a Deutsche Gramofonnál, Londonban a hónap legjobb lemezének választották. 1961-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, amely egy csapásra elindította nemzetközi karrierjét. 1962-ben Szél György mutatta be New Yorkban a Carnegie hall -ban. Pályafutása során évi átlag 100 hangversenyt adott a világ legfontosabb zenei központjaiban, így többek között London, Párizs, Berlin, Bécs, Róma, Madrid, Lisszabon, Luxemburg, Stockholm és Oslo színpadain. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. Nemzetközi karrierje során két angol zenekar igazgatója és első karmestere is lehetett. 2006-ban megalapította a Kodály Zoltán világi ifjúsági zenekart, amelyel minden évben Magyarországon és külföldön egyaránt fellépnek. 2013-ban a magyar kormány Vásári Tamás ösztöndíjat alapított zenei és önkéntes kategóriában. Sok szeretettel köszöntöm Vásári Tamást a stúdióban, és csak néhány momentumát villantottuk fel egy, elképesztő életútnak, de térjünk vissza az első gondolathoz, amit idéztem, hogy a mindenség jelenlétét érzi az ember akkor, amikor igazi művészettel találkozik és megrendül, és ebben a mindenség jelenlétében feloldódik az ego. Nekem erről József Attila verse jutott eszembe, az arzpoetika, a mindenséggel mérd magad, és akkor megfordítom, hogy az a jó előadás, amiben érzi az ember a mindenség jelenlétét? Hát igen de az, az, a vigyázni kell, hogy az ego feloldódik. Tudni, hogy a legnagyobb problémája az embernek az egója, saját egója. Nincs nagyobb ellenséged, mint saját magad. Ezt én tudom, mert én rettenetes sokat, sok mindent megtettem az egóm érdekébe, és mindig rosszul éreztem magam, és abban a pillanatban, amikor tényleg ki, ki tudtam lépni a, ebből az egóból, akkor boldog voltam. De mi és... tett meg? Az egója érdekében, ahogy az imént fogalmazott? Hát reménykedek. Reménykedek, hogy sikerülni fog. Mert minden alkalommal meg kell küzdeni vele. És ez különösen a karriernek a kezdetén van így, mert, mert ugye ott állandóan meg, megmérik az embert, és olyanok is megmérik, akik nem értenek hozzá. Hát például, a, amikor én Angliában laktam, hát ott a és onnan mentem mindenről a az világon, Azt, az, ezt tapasztaltam, hogy még mondtam is Komoros Irankának a nagyszerű tanárnőnek, hogy, hogy tudod, amikor, amikor egy koncert nem sikerül úgy, és egy rossz kritikát kapok, akkor a pincér nem akar kiszolgálni. Tehát annyira nyilván tartják, és hát New Yorkban is. Tehát a New Yorkban például egy koncert után nem lehet megbeszélni, hogy az milyen volt, hanem csak másnap, amikor már kijöttek a kritikák, akkor mernek az emberek arról beszélni, hogy hát milyen is volt, persze, ahogy ezt ők találták de akkor az egóval való megküzdés azt is jelenti, hogy az ember azt is elengedi, hogy ki mit szól, és csak a saját belső mércéje szerint akar megfelelni? Hát ezt szeretné csinálni. <gül> <gül> Tudod, ez, ez a baj, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. A legnagyobb nehézség a Földön tulajdonképpen az embernek megharcolni ezzel saját egójával. Ezt, ezt én tapasztalatban most már nem sokára 90 éves leszek, és ez nyugodtan mondhatom, hogy tényleg így van. és... Ezért például nekem az alapítvány na nagyon sokat segít, mert ott tényleg ott nem lehet másképpen dolgozni, hogy úgy mondjam, mint, mint szeretettel. És ha pillanatban valakit igazán szeretsz, valakiket igazán szeret, akkor, ez az a legjobb feloldása az egónak. Ugye fiatalokat mentoráló segítő alapítványról van szó, és erről majd még beszélgetünk, de hogyha visszatérünk egy picit a mindenséghez, és akkor most beszéljünk erről spirituális értelemben, akkor hisz abban, hogy a művész szerepe a közvetítés, hogy a művész a médium? Igen, igen, az feltétlen, és egyáltalán a, a művészet az, ami mindenkinek segít túlélni az életet. Mert ez a földi élet, sajnos ez úgy van megcsinálva, hát nem sajnos, mert itt kell, ezzel lehet csak fejlődni. Ugye, mint a, a, a mondta, hogy, hogy a, a fejlődés leggyorsabb, leggyorsabb paripája a szenvedés. Tehát mi itt nem azért vagyunk, hogy na, sütkérezzünk a, a plázon a, a tengerparton, hanem, hanem azért, hogy tényleg, a nehézségeken keresztül fejlődjünk, és, és tényleg, amikor eljön az a pillanat, vagy közeledik az a pillanat, hogy az ember átdép egy másik dimenzióba, akkor legyen fogalma arról a másik dimenzióról. De a legnagyobb baj az szerintem az emberiségnek a legnagyobb baj, hogy annyira el van foglalva a mindennapok munkájával, és a a felelősségekkel és a, és a követelményekkel, és egyáltalán, hogy fennmaradjon valaki hát a, a, a társadalomban. Ez olyan nehéz, hogy nem csodálom, és nem csodálkozhatunk, ha azt látjuk, hogy tényleg ez, ez egy olyan próbatétel, amin... amin Azért kell keresztülmenni, mert, mert hogyha sikerül, hogy fennmaradj, érted? És nem leszel egy keserű ember, akkor gyertél, akkor, akkor nyertél. Fenyegette az életében az, hogy megkeseredik? Annak ellenére, hogy kívülről egy csodálatos és nyílegyenes pályát lát maga előtt az, aki végignéz a karrierjén? Hogyne, hogyne, rengeteget. És hát most a karrierről beszélni, hát ott is az ember kap egy simogatást, aztán másik pillanatban egy nagy pofont, de hát ez mindenki ennek van téve. Van egy könyv is arról, hogy, hogy, milyen kritikákat kaptott, hogy, hát Herr Beethoven azért mit képzel, és <tosz> <tosz> ilyen hangnembe. De tehát az, az mind, aki, aki erre a pályára megy, az készülje fel arra, hogy kapja a horogítéseket is. És persze, amikor az jobban esik, amikor most simogatják, és amikor ez, ez nagyszerű kritikát kaphat, hát ez, az nagyon jól esik, de valahogy már vigyázni kell vele, mert ha túlságosan jól esik, akkor a legkezelebbi poforról még rosszabbul fog esni. A humora az abszolút ugyanolyan szerintem, mint mióta megismertem az elmúlt húsz évben, de azon gondolkodtam most, hogy mi volt az a nehézség, az a legnagyobb nehézség, amit utólag a legnagyobb nehézségnek érez, ami a művészet segítette át, akár magánéleti nehézség is. Hát rengeteg mindennel meg kellett küzdenie, ugye a feleség elvesztésétől, hogyha visszamegyünk az időben mondjuk a szülei kitelepítésén át, szóval rengeteg minden történt önnel. Mi volt az, amikor a zenébe tudott igazán kapaszkodni, és az lendítette át? Hát ez egy családi pillanat volt, amikor emlékszem Ausztráliába turnéztünk akkor, most turnéztem, és a feleségem és Ildikó velem volt, és akkor kaptam otthonról olyan leveleket, ami, ami tényleg elkeserített fértékenységből származó leveleket. Mindig családi dolgok voltak, a, amelyek elkeserítettek, és tényleg belebetegedtem ezekbe a dolgokba. Úgyhogy de hát én azt hiszem, hogy nem vagyok egy kivétel ebből mert mindenkit a legközelebbiek érítenek a legjobban. Hát ugye a pofonokra hivatkozva, pofon, hogyha közvetlenül így kapsz, akkor az, az rosszabb, mint hogyha messziről csak úgy mutatják. A zene erejénél és a médium szerepnél maradva, a közvetítésnél maradva, Schubert műveiből válogatott a rádió szimfonikus zenekarával a közös koncertsorozatára, aminek még lesznek állomásai. Schubertből mit próbál közvetíteni a színpadon? Kérdezem ezt egy olyan valakiről től, aki egyébként arról is nevezetes, hogy milyen fantasztikus előadásokat tart zeneszerzőkről, zeneszerzők életéről és művészetéről, és hogy hogyan kell őket hallgatni és értelmezni, szóval mit próbál átadni Schubertből? Hát az, hogy pontosan az ellentéte van a zenében legtöbbször, annak, amit ő átért, mert ő a legboldogtalanabb ember lehetett volna a világon, és volt is bizonyos szempontból, semmi sikere nem volt az életben, se volt sikere, semmi, ami egy földi embert boldoggá tehetne. Úgyhogy egy levelében ezt írja, hogy amikor este lefekszem, abban reménykedek, hogy nem fogok felébredni. Hát ez azt tudod, hogy, hogy, ezek a legnagyobbak, ezek mit, mit hogy szenvedtek, Azt hiszik, hogy hát ó, hát ha valaki ilyen tehetséget, ilyen zseniálitás, hát az akkor, a, 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 akkor, már minden könnyen megy az életbe. Ez nem így van. Éppen azért, mert egy művésznek még érzékenyebbnek kell lenni, mint akárkinek másnak, és, és akkor viszont ér, nagyon, fogja, nagyon fog szenvedni, az élettől. És hát Schubertnek persze ott, ott, több is volt, mint az összes többi nagyságoknak, mert mindenkire kiúzott a magáé, de Schubertnek tényleg, ha megnézzük, mindenbe pehes volt, szerencsétlen volt, nem, egyetlen szimfóniáján se hallott játszani, és amit egy, 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 egy óriási listát lehetne arról mondani, hogy hogy mitől lehet az ember boldogtalan. Ez Sulint mind megkapta, és hogyha ha elkezdi hallgatni a zenét, azt hát ez volt a világon a legboldogabb ember, hát, hát itt csak, csak kacagásról és boldogságról és könnyedségről van szó, hát pontosan most is ezt, ezt csinálom, kivéve a Hámol szimfóniáját, illetve a befejezetlen szimfóniáját, annak is az első tételét, mert az, az a döbbenet, hogy ott, ott, ott mit hall az ember, hogy

és, ut és, akkor meg meg megszűnik ez a darlam, és akkor visszamegyünk megint a, a depresszív, a végtelenül szomorú első tételnek a többi részére. És ez, ez egy dolgot jelenthet, e ha már éppen ki akarom analizálni az érzelmeket, az, hogy, hogy e e amikor valaki, egy, egy fiatal ember meghal, mert akárki meghal, az, az nem megy könnyen senkinek, se, és ott mindig van egy, van egy dráma a halálban. De talán de Indiában nem, mm. <laughs> és keleten nem, mert ott a, a, az a, 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 él az emberekben, hogy nem halunk meg sose, hanem csak átlegyünk egy magasabb, és még jobb lesz ott. Erre, erre majd visszatérek, ha es, eszembe jutatod. De hát szóval, és ebbe, ebben, a, mondom, a szifónia, ez a leállás, ez ez egy fiatal embernek a halálát jelenti. És képzeld el, hogy nincsenek véletlenek. Amikor én felvételeket csináltam, az összes Schubert szimfóniát felvettem a Hungárotonnak a 90-es évek elején, akkor elfelejtettem azt, amit már később már nem felejtettem el, hogy Megvan a lehetőségem arra, miután rádiózenekar, szalagra megy minden, hogy megismételni valamit, ami nem olyan jó volt. Tehát egy próbán, hogyha a kürtös volt egy rossz hangot, akkor azt Ezt ki lehet kiabítani. javítani, és, és akkor... Én erről elfelejkeztem, és mind a nyolc szimfóniát így vette fel, és mondom, te jó Isten, hát az nem létezik, hát ez élő felvétel volt, hát az nem létezik, hogy ne legyen egy csomó hamis hang itt ebben. én ezt nem akarom hallani, és 40 évig nem is hallgattam le egyszer se. És amikor most a, a, a tavaly, sor került megint arra, hogy Schubert ciklus csinálnak, na, na, hámosra eltelt 40 év, vagy talán még több is, hát nézzük szembe a valósággal. És megmertem mertem hallgatni. És megmertem hallgatni, és kellemesen csalódtam, mert az ennek a zenekar nagyszerű formában volt, nem voltak hamis hangok, és tempó, minden olyan volt, ahogy, ahogy szerettem volna, úgyhogy hát ez ez, 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 egy nagyon, nagyon jó hír volt a számomra, és hát ugye a amikor hát 40 év volt, mégis számlázáltam magam, hogy így meghallgassam az egész ciklus, akkor amikor ide értem, tehát a lemez feltettem a saját lemezemet, és amikor ide értem ehhez a bizonyos akkordhoz, ez a bizonyos szívesző akkor, akkor abban a pillanatban csörög a telefon, és felhív az Olá Vili, a heged, hegedű művész, és a legjobb barátom, és azt benne hogy mosahat meg hogy Zoltán. abba a pillanatban, ez, ez a tördöfés van az zenébe, ak ak akkor kapom meg, csörög a törfés, akkor kapom meg ezt a hírt. Hm. Ja, hát, és akkor annyit tudtam csak megtenni, hogy közösséget megkértem, hogy ne tapsoljon ezután. Hm. Döbbenetes erejű történet volt ez, és akartam beszélni a kezdetekről, az élet kezdetéről, a gyerekkorról, a csoda gyerekségről, de ha már ennyire feszegettük ezt a témát, fél a haláltól? Nem, egyáltalán nem, és itt jön be egy nagy segítség nekem, egy nagy áldozat, hogy az első feleségem ebben megsegített, mégpedig az, hogy, hogy hat éves korában meghalt tehát ő, ő beteg volt, hár, hár rá kell, három, háromszor is visszatért, és, és, akkor, amikor meghalt, akkor az apósom, aki imádta a lányát, mert két fia volt, és, és van is, és a harmadik, a kislánya a ő, ő volt az, aki meghalt, és ez az apósom egy nagyon joviális ember volt, és az csak az életnek a napos oldalát látta, és akarta látni. Ezt nem tudta kikeverni, hogy, hogy a lánya meghalt. És akkor, amikor, miután az Illika meghalt, már előbb is, hát mi nagyon sokat foglalkoztunk a, 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 arról, hogy az életről és a halálról, és ez, ez nem volt szokatlan ez a régió ne, nekem, de ami történt, azt, azt most akar elmondom, ha nem tudnád, vagy nem hallottál volna róla, hogy a, a feleségem ról, miután meghalt, üzent. Aztán jöttek a mindennapok, és rájöttünk, hogy nincs nincs itt és én rendkívül nagy depresszióba estem. Különböző gyerekkoromban is voltam sokat depressziós, de ezt abban a pillanatban emlékszem, azt nem tudtam más csinálni, mint kimentem a temetőbe, nem tudva az hogy nem itt laknak most a szellemek, hanem az a kötetlenek anyagtól függetlenek. És kimentem és a sírjánál, a Ildikónak a sírjánál, a feleségem sírjánál, ott hangosan Ildikó, most segíts nekem! És hát hogy hát amennyire szerettük egymást, most biztos jön valami segítség, valami vigasztalásra megkönnyítése ennek, ennek, az állapotnak, ennek a e, lelki állapotnak. És valami mérhetetlen, hideg, kemény választ kaptam, nem tudok, ezt neked egyedül kell végigcsinálni. Hát ez a legnagyobb hideg víz, amit a nyakamba kaptam valaha is, és aztán rájöttem, hogy milyen igaza volt. Tudni, mi volt az én nagy hibám az egész életemben odáig, az, hogy én gyerek maradtam. Hát bizonyos most is az vagyok, de az, az nagyon rossz értelemben maradtam gyerek. Milyen értelem, a, 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 hát az, hogy én tovább vittem azt a kapcsolatot, amit az én édesanyámmal megéltem, 30 év alatt, mielőtt meglésültem, és akkor utána egész egyszerűen függő helyzetben voltam. Tehát nem nem kell, Illikó lett az, aki, akire, akire úgy hallgattam, hogy mindent elfogadtam, amit mondott, de főként az, hogy nem, nem fejlődött ki bennem az, hogy meg tudok állni a magam lábán. És ezt kellett megtanulni. És ezt kellett megtanulnom. És ez sikerült, És megtanulni. Sikerült. Hogyha már a gyerekkort emlegettük, csoda gyerekként nőtt föl Debrecenben, nyolc évesként adta az első koncertjét a zenedében, jól mondom? Igen. A zenedében, és... Jól készült. Hát, <laughs> igyekeztem, és módszertal, hogyha minden igaz. Igen. És Dohnány is felfigyelt a tehetségére, többször játszott is neki, de a másik nagy mentor aztán Budapesten Kodály Zoltán lett, akitől szolfés osztályt is, félcsoportot is kapott, tanársegédje ja. is lett, Igen. és hát ő minden módon támogatta, Igen. hangszert vett önnek, segített, amikor a szüleit kitelepítették, hogy önt ne telepítsék ki, Igen. és rajtuk is próbált Igen. segíteni, szóval minden módon ön mellett állt, ahogy állhatott. Milyen életre szóló útravalót kapott tőle? Szerintem ez nagyon nehéz, pár mondatban leírni, de ha mégis megpróbálnám. Hát pontosan ide kapcsolódik az, amit az előbb mondtam, hogy a nehézségeken tanulunk, és Kodály, arra, arra emlékszem, amikor 70 éves születésnapján ugye mindenütt Kodály koncertek voltak, és hát ha akkori Bartók telemberd is volt egy Kodály, és akkor Török Erzsi, a nagy Kodály énekesnő, ő énekelt, és én és a török erzsével én nagyon jóban voltam, és ő mindenben ő is segített, és hát én, nekem akkor azért nehéz volt megélni, mert a szüleim ki voltak telepítve, és hát az nem, nem adott egy könnyedséget a femaradáshoz, de természetesen Konály aztán úgy segített, ahogy senki másról nem, visszatérek, hogy hogy, tudod biztosan, mert látom, hogy de tudsz mindent mondani most, most csak a szép dolgokról beszél. <laughs> és, és, akkor Török Erzsi, amikor bejött Kodály hozzá, gratulálni a művészobába, így széttárta a karjait, és azt mondja, hogy átérhet, és azt mondja, tanár úr, fogadja örökbe ezt a fiút. És akkor mondja, nem gyerek ez már, hogy örökbe kelljen fogadni. <laughs> ez volt a, nagy tanulság, tudod? Hogy, hogy az igazi jó szülő, az igazi jó barát, az ezt mondja, hogy tessék, megállni a lábadon, és aztán akkor természetesen, ha nem tudsz, mert valami olyan feladatot tűzte ki az, az, odafent, hogy nem tudod megcsinálni, hát ugye akkor, akkor ebből fogsz tanulni. És hát tényleg én, én ö, ö, e, ebb, ebből, amit, amit ott Kodály mondott, ezt tanultam meg, hogy igen, szeressél, és Adj meg mindent annak a gyereknek, most a gyerekedről van szó. De vigyáz arra, hogy ne legyen elkényezhetve, olyan módon, hogy neki érezni kell, hogy milyen nehéz az élet. És, és nem akkor észrevenni, amikor már éppen megnősültél és el akarsz válni, vagy éppen kirúgtak az állásodból, hanem egyáltalán ezt, ezt meg, megérezni, hogy igenis az nem mindig segítség, amikor amikor segített, de most azt fogom elmondani, amikor tényleg úgy segített, hogy más nem tudott volna, amikor eljött a pályázati koncerte, oklevél pályázati koncertem, ami abból állt, hogy az Zeneakadémia Akadémia nagy termébe, a nagy sztermén kell a zongora megadnod. És hát én nekem otthon egy vacak kis erbázongorá volt, egy bécsi mechanikás erbázongorá, amit összehasonlítva mondjuk a pingpongozással, az, mintha hogyha el, egy versenyre mennél, és fajtővel kezdeni játszani, amikor a többiek gumiütővel játszanak. Szóval ez ja egy teljes, mondjuk. teljes lehetetlenséget éreztem, és hát elmentem hodáig, az akkor rendszeresen jártam hozzá, miután a szüleimet kitelepítették, és mondom, a tanár hogy mindig tudom amit tanácsot adni. Hát, hát, hát esetleg a rádióba megengedik, hogy én ott gyakoroljak, vagy valahol van egy zongora, ahol szintén tudok gyakorolni, ami egy zongora legyen. Hát ez nem volt kis kívánság, mert a szervizongorák nem szaladgáltak persze az utcán. De hát ugye jó, jó megkérdeztem a, a Krizsán György hangulót, hogy hát tud-e valahol egy, egy szervét, amit lehet játszani. Hát azt mondja, azt nem tudom, hogy lehet rajta játszani, hogy megengedni, de van eladóba egy szervé, amit hát meg, meg, megnézhet. Hát mondom, az nem kerül semmibe sem, megnézem, megnéztem, és beleszerettem első látás, első hallásra. És Hát akkor nem, nem volt mit tenni, elmentem Kodályhoz, illetve nem csak telefonon hívta fel, hogy hát tanár úr, találtam egy zongorat, de mondta, hogy ha talál egy zongorat, egy megfelelőnek tart, akkor szóljon. Hát szóltam, hogy tanár úr van egy zongora, és uh, azt mondja, és az magának tényleg tetszik? De mondtam, igen, de hát, nem tetszik a szerelmeset. De... Azt mondja, akkor uh, uh, tudja, hogy mibe mi kerül az a zongora? Mondom, igen, 22 ezer forintba, ami hát egy olyan összeg volt, amit gondoltam, hogy 70 éves koromig sem fogom megkeresni, és azt mondja, akkor jöjjön érte a csekkér. És kifizette hát, az zongorát. És kifizette az zongorát. Hát, De nem ez a volt ott, amikor segítség a, segítség csak a, a házvezetőnének adott oda a borítékot, abban volt benne, ő nem volt otthon, ami nem csodálkoztam. Nem akarta meghallgatni a hálálkodást. Pontosan, gratulálok. <laughs> ez a legnagyobb segítség, amit kaphatott egyébként, átlépni a dédelgetett csodagyerek fázisból. Élvezte egyébként, hogy csoda gyerek volt? Ez egy jó érzés volt, vagy, jó. vagy nyomasztó érzés? Nagyon jó, kiváló volt. Mert a, a gyerekek csodáltak, mint aki a felnőtteknek a mesterségét, tűzéset és a koncertek, és, és a felnőtteknek is az, hogy felnőtt számba vettek engem. Éppen ezzel kapcsolatban volt egy édes kis eset, amikor a Fordét Béla a, bácsi, aki akkor nekem bácsi volt, most már kiskölyök lenne hozzám képes, a Debreceni klinikán volt az professzor, és nagy zenekedő, és általában, amikor művészek ellátogattak Debrecenbe, mindig ott szálltak meg nála, és hát most, most is a Dohnányi Erdő jött, de látogatott el Debrecenbe, és hát elhatározta az találni a Manci néni, most hogy hát de be, bemutat a Besternek, és akkor tényleg, hát kimentünk az édesapával a fordít villába, és akkor ott, a, ott, ült ez a bácsi, aki a volt, és nagyon egyszerűen volt öltözve, és és akkor, hát úgy játsz valamit, mondta nekem. Hát erre ezt a Chopin Valcert, ami a szoborkás darab, és azt mondja, ez szép, csak nem, nem egy ilyen gyerektől, mondom, már ez a fogalmas is ez a zenéről, hm. hát, hogy hogy mondhat ilyet, hogy nem legyen, gyerek, hát... A, a... Holott pont azt akarta megtanítani, hogy a kifejező erő az, az akkor jön meg, amikor amikor természetesen megjön az az érzés, az az élettapasztalat, az a, az a valami, amitől hitelesít. Ez igaz, de de emellett az is, hogy ne, hogy mondjam csak neked, hogy egy gyerek, aki átérzi, Azokat a szomorúságokat, amit amit soha. Az azt jelenti, hogy akkor már nem egy igazi gyerek, és az nem egy akartam és a, a, egészség, maradjon, van, egészséges. És azt akarjuk, hogy a gyerek maradjon egészséges. Pontosan. Hm. És amellett aztán lehet akár, akármilyen vidám, meg szomorú az életben, mint a többi ember is, de ezt meg kell tanulni. És mondom, ez a kis történet ez volt, hogy fordítékhoz megútunk hívva a szüleimmel, és ott volt két, volt egy kislány, a Marita és Andrisa, egy fiú, aki aztán később nagy, nagy barátom lett, és akkor, hát én ott játszottam velük, míg a nagyok a, 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 beszélgettek a politikáról, meg amit akarsz, egy másik szobába és aztán régen megzongoráztattak ott, de ezt a Maritáinak nem, nem hallották, csak az, hogy hát én ott játszok velük, aztán utána vissza, visszamegyek a felnőttekhez, és aztán egyszer, amikor így elkezdtem zongorázni, a Marita ott volt, bemaradt a szobába, és elkezdett zokogni. És akkor kérdezik, hogy miért Hát én azt hittem, hogy ez a Tamás, ez egy kisgyerek. <síns> 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 Csak oda akartam kiukadni, Bocsánat, hogy ha ezt élvezte, ebből átlépni abba a fajta hihetetlen mennyiségű koncertezésbe, aminek óriási a tétje, és ugye egész nyugatot bejárta, meg nem csak nyugatot, hanem a távol-keletet, az egész bolygót bejárta, és évente átlagosan 100 koncertet adott, de volt olyan év, ahol 9 hónap alatt több mint 120, 125, majdnem 130. 125 adtam egy Igen. Szóval, ütudni. hogy ez egy iszonyú nyomás. Ebbe átlépni, és nagyon fiatalon átlépni, azért az nem lehetett egyszerű feladat. De én azt mondom neked, hogy akármikor dívsz oda, fiatalon, nem fiatalon, ez egy borzasztó nehéz pálya. Ez borzasztó nehéz pálya, éppen azért, amit már említettem, hogy ki vagy téve a, a, negatív dolgoknak, amivel a gyára pálya, hm. és, és, a munkával. Szóval itt aztán hiába mondta Dohnányi, hogy Legyek, legyek, gyerek is, de hát egy, egy olyan valaki, aki már nyolc éves korában ráállt arra, hogy ő zongora művész akar, és effektíve már vannak koncertjei, vagy játszik, az, az, ott, már nincs, nincs visszaút. És, és az, az, egy, hát egyszerűen az, ami a gyereket boldoggá terült, hogy futballozik, hogy játszik a többiekkel, nagyon sportol mindenféle ágba, Hát ez, ez nekem nem adatott meg. Ugye, mert vigyázni kellett a kezemre, persze mellé mentem nagyon sokszor, és elmentem egy bolondos katonával lovagolni, és sosem ültem lóvától, és ez, Szóval ilyen, olyan dolgokat műveltem azért, amivel mellé mentem a, a dokmányi féle talánsnak. De de például a nányi, most már, ha, ha kitértem, visszatértem a dokmányi, megkérdezhetem, hogy te mennyit gyakorolsz. Mondom, másfél órát. Sok. hozzál a többi idébe. Milyen érdekes, hogy a gyakorlást említette, mert azt mondta korábban, hogy a gyakorlás az mindig a földön tartotta, hogy ne szálljon el, de közben pedig azt is tudom, hogy talán a legnagyobb nehézséget az okozta a pályán, a kezdetekben, hogy visszatérni ahhoz a fajta ösztönösséghez, ami, ami nem ez a tudatos hangról hangra gondolkodás, ez a módszeresség, hanem ami belülről jön, ami, ami árad, amitől talán zene lesz a, a zene. Pontosan, na hát ez egy nagyon fontos pont, mert a életembe a legkellemetlenebb szakasz volt hosszú távon, amikor felkerültem Budapestre, és ennek a bizonyos csoda a gyerekségnek vége lett, és a, a tanárom mondta, hogy nem akarok neveket említeni, hogy Mostantól kezdve megszűnik a csoda és, és tessék, tudatossá válni mindenről. És akkor elkezdtem tudatossá válni, és elkezdtem megutálni az ongorázást, mert nem volt emberne És a vége az az, hogy néhány év múlva, mondom, egyszerűen nem is, nem is szerettem az umber. és Úgy kerültem vissza, hogy amikor a szüleimet kitelepítették, akkor a 70-es 50 évek, 50-es éveknek az elején, akkor um, 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 egy barátom, aki nem volt zenész, rendszeresen feljárt hozzá, mert ugyanakkor a bélistán volt, mert diszidálni próbált, stb. És volt rá ideje, és feljárt a reggés lakásunkhoz, lakásunkba, és ott, ott én gyakoroltam, és ő hallgatta, és egyszer megszólal, mondom, nem volt zenész, ügyvéd akart tenni, és Illésnek hívták, és azt mondja Illés nekem, hogy te Tamás, te miért nem így játszod a zongoradarabokat, ahogy te most itt nekem, csak úgy játszok az operából, szimfóniából, hát van az egész más, hát az a, az a, az a profi dolog, az a zongoráda. És hát erre rá is fáztam, mert tényleg elkezdődött az, hogy hogy hid, elhidegült a játékom, ne a szeretetem az. A, a, a zene iránt, a zongorázás iránt, és akkor innen nagyon, nagyon nehéz volt kikerülni, mert akkor elmentem egy másik tanárhoz, az ő nevésre említem, és sokat azért tanultam valamit, de, de pontosan a leglényegesebbről nem volt szó, és hogy kerültem vissza mégis. Úgyhogy hát ezzel a barátommal jártunk a koncertekre, és utána megbeszélték, amit hallottuk, és hát sor került egy fischer Rani koncertre. Na most fischer Rani, a, a tanárom nem szerette, mert hát féltékenységből, és nem illett egy, egy növendékének fischer meghallgatni. De hát én el, elmentem meghallgatni, mert a, a szomszédban volt egy fűszeres, és, és a, a tulajdonos volt az anyja, a, 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 Zsuz, a Szabó Zsuzsinak, aki később Kovács Dénesnek lett a felesége, nagyon szép kislány volt, és hát természetesen én beleszerettem, hm. mert mindegy volt, hogy én 14 éves voltam, és ő meg 17, de És akkor a, a, mondta a Szabóné, a tűzszűzszeres hölgy, hogy hát. Hát akkor meg mész, mész az de ne, nem, én nem szoktam oda járni. Hát az hogy lehet? Hát az nem, lehet, és hát a Zsuzsi is megy a baesti koncert, akkor menjetek együtt. Hát akkor elmentem a Zsuzsi kedvéért. És hát az annik ilyen az, a színpadra, és elkezd úgy zongorázni, olyan attitűddel, mint ahogy én játszottam az, az operákat és a szimfóniákat, tehát teljes, az élvezve a zenét, és akkor azt hittem, hát ez egy más világ, és ez, ez, ez döntő fontosságú volt az életemben. De milyen érdekes, hogy sokat beszéltünk arról, hogy egy bizonyos szempontból fel kellett nőnie, de egy másik szempontból meg kellett őriznie a gyerekségét, ha úgy tetszik. Ez így van. A gyermeki rácsodálkozását és szeretetét a, a zene iránt. És térjünk vissza a kezdetekhez. Beszéltünk arról az alapítványról, amivel fiatalokat támogat. És most arra lennék kíváncsi, hogyha egy tanácsot adhatna egy gyereknek, aki a zenei pályája elején áll, és látszik, hogy nagyon tehetséges, akkor mi Én Minden az? gyereknek azt tanácsolnám, hogy legyenek jó szüleik. Hm. Mert ez egy nagyon furcsa dolog ilyet mondani, de ezen múlik, mert hogyha a, szüleid nem szerettek igazán, már pedig ezek a gyerekek, akikkel én foglalkozom, ezek azért kerülnek oda, ahova, ahova kerültek volna, vagy kerültek később, mert, mert, nem szerették a szüleik. Ez, én sose felejtem el, hogy a Tótaladár, az opera igazgatója, az bár másik atyai, barát, atyai, barátom volt, hát Kodály nem barát, de mester, de, de ő egy, én húsz éves volt, lehettem, és ő meg a, túl, nagy, hatalmas tudással rendelkezik valaki, és megkérdezte tőlem, de neked milyen volt a gyerekkorod? Mondtam, jó, szerettek a szüleimet? Szerettek. Ez azért kérdezem, mert azok az emberek, akiket nem szerettek igazán, vagy egyáltalán a szülei, azok törődszárnyú lelkek lesznek. Hát ez megmaradt meg bennem, mert ez, ez, ez a legnagyobb mondás, és később ez, ez volt az, ami engem bántott, hogy hát én mindenféle jótékony célú koncerten részt és örültem, hogyha segítettem valaki, na de az, hogy az egész életemet erre szerteljem, az nekem nem jutott eszembe, már pedig ez kell. Tehát, hogyha az az alapítvány, amiben én benne vagyok, és hát bizonyos értelemben alapítója voltam ennek a, a gyerek védelmi gyerekvédelmi intézménynek, de erről szól, hogy azt a szeretetet megkapni, ha lehet, amit a szülő nem adott meg, nem lehet. Egyszerűen nem lehet. És, és ez, ez, vezet, ez, ez vitt oda, hogy amikor erről hallotta, hogy ez létezik, és már is a barátaim ezek, akiket az vezetői, akkor azt mondtam, hogy ezt ebben nekem részt kell venni, nem hallhatok meg a hogy tényleg valamit kimondottan ebben az irányban segítsek, egy nagyon vonalú vállalkozás, és ez megtörtént. Nagyon kis szeletét tudtuk érinteni ennek az óriási pályának, de ahelyett, hogy azt végigvettük volna, talán valami sokkal fontosabbat kaphattunk, vagy kaphattam én ebből a beszélgetésből, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Aranyos volt, Nagyon örülök neki. Önök a Kontúrt, az M5 Portré látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaklikhu és a Youtube-on is, jövő szombaton este 6-tól pedig újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!